Fogocskázástól volt hangos az alsónyéki református templom udvara. Míg a kisebbek kint szaladgáltak, addig a nagyobbak, akik már segítőként vesznek részt a nyári táborban, bent a templomot díszítik, hiszen a hét zárásaként egy bibliai jelenetet fognak majd bemutatni a gyerekeknek. A rövid színdarab célja, hogy a kicsiknek játékos formában érthetőbben tudjanak elmagyarázni egy-egy történetet. Mérges Nóra második alkalommal vett részt a táborban, mint segítő, azt mondja, teológus hallgatóként sok tapasztalatot tud gyűjteni itt. Idén Mózes történetét dolgozzuk fel, a kivonulást Egyiptomból, a tenger ketté választását, ami nagyon érdekes és izgalmas téma. Ezeket jelenetek formájában szoktuk nekik bemutatni, ezután van egy kis áhítatos rész is, amiben még jobban kibontjuk, és még egy kis csoportos foglalkozás is, amiben egyenként beszélgetünk a gyerekekkel, elmagyarázzuk nekik, hogy is volt ez. Ahhoz, hogy Mózes története még jobban megragadjon a gyerekek fejében, minden foglalkozás után lerajzolták a hallottakat, amit majd a tábor végén emlékként magukkal vihetnek. Az évek során nem csak bibliai témájú történetekkel ismertették meg a gyerekeket. Tavaly Pál utcai fiúk voltak. Ott a gyerekkapcsolatokon keresztül nagyon sok lelki igazság van, amihez tudtunk kapcsolni bibliai üzenetet a gyerekeknek minden nap, és akkor ott is voltak Pál utcai fiúk, vörösingesek, Grund volt, tényleg ilyen nagyon izgalmas volt. A tábor szervezői számára fontos, hogy ez alatt az egy hét alatt a gyerekek az önfelett játékon túl lelkileg is fejlődjenek, elsajátítsanak olyan alapigazságokat, amivel jobbá tehetik kapcsolataikat, és ezáltal saját életüket is.